Ez a volt bőrklinika épülete a Pécsi Kodály utcában. Ezt az ingatlant hirdette meg az önkormányzat eladásra, jelentette be a város alpolgármestere csütörtökön. Licit eljárásban keresnek vevőt rá, aki majd hasznosíthatja a belvárosi ingatlant. Rúzsa Csaba azt mondja, egyeztetni szeretne majd a városháza vevővel, hogy mit tervez az épülettel, amely műemlékvédelem alatt áll. Egy irodaház funkciót kap, akkor a város segíteni fogja abban, hogy mondjuk egyetemhez közeli cégek oda be tudjanak települni. Ha oktatási funkcióba gondolkodnak, akkor van olyan oktatási intézményt kereső intézmény, aki keres helyet, tehát az ő megkeresésüket is tudjuk továbbítani, de hát a beruházói döntéshez állhatjuk ki, hogy ő neki van egy konkrét elképzelés, és azt megvalósítja. Én azt gondolom, hogy az egyetem közelsége azért determinálja azt, hogy maga ez az ingatlan, ez valószínűleg inkább egy egyetemhez kapcsolódó funkciót kaphatna. Kereskedelmi funkciót nem kap, vagyis nem lehet egy belvárosi bevásárlóközpontot kialakítani itt, ezt nem engedi az építési szabályzat. 995 millió lesz a licitár, de persze a legmagasabb ár elérése a cél. Rövidesen megjelennek a tender elindításáról szóló hirdetések a helyi és az országos sajtóban. Május 4-ig lehet jelentkezni a licitre, május 9-én lesz eredményhirdetés. Június 9-ére tervezik a szerződéskötést az új tulajdonossal. Ha nem lesz vevő, akkor a Mandulás Camping tulajdonosával cserélnek ingatlant, illetve 200 millió forintot kap még a területen kívül Pécs.